A ráhangoló első hét után hétfőtől már napi két edzéssel készül az augusztus 1-én rajtoló NB2-es bajnokságra a kisvárdai futballcsapat. A játékos keret alaposan átalakult az elmúlt szezonhoz képest, mivel a külföldi futballisták foglalkoztatását anyagiak szankcionálja a szövetség, amely 3-20 év alatti futballista szerepeltetését is előírja. A légiósok ezért távoztak, és több fiatal is érkezett. Révész Attila szakmai igazgató jövőben a klubbal kapcsolatos stratégiai feladatokra fókuszál, így vezetőedzőként a legutóbb Siófokon dolgozó Sós Imre irányítja a jelenleg több mint 30 labdarúgó munkáját. Úgy gondolom, hogy sikerült posztra igazolni, minőségi játékosokat tudtunk idehozni. Nyilván az a mag, aki a bajnokcsapatban volt, ők azért itt maradtak, hiszen nem eldobandó játékosokról beszélünk. Sajnos a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a fiatalokra vonatkozó szabálya majd azért döntően be fogja folyásolni a keretnek a kialakítását, de én nagyon bízom benne, hogy egy ütőképes együttes sikerül kialakítani. Az NB3-as bajnoki cím megszerzésében kulcsszerepet játszó Erős Gábor maradt Kisvárdán. A rutinos futballista reményei szerint az érkezőkkel megerősített csapat a másodosztályban is megállja majd a helyét. Én bízom benne, hogy egy nagyon jó csapat lesz majd itt kialakulóban. Ez természetes, ez egy magasabb osztály, kellenek a jó játékosok, és ezt említettem, amikor a múltkor is beszéltünk, hogy mindenképpen azért meg kell erősíteni a csapatot, ugye sajnos a külföldi légiósaink ugye nem lehetnek velünk ebben a szezonban, úgyhogy én nagyon bízom, és hát ugye előre sok sikert kívánok az új szerzeményeknek. A kisvárdaiak szerdán egymás közötti edzőmeccsen nyitják meg a felkészülési mérkőzések sorát. Szombat délelőtt Cigándon, délután pedig Mezőkövesden lépnek pályára várdaiak. A folytatásban a Nyíregyháza Spartakusszal, a Putnokkal, a Balmazújvárossal, a Soroksárral, a Nyírbátorral, a Kazincbarcikával, a Debrecennel, a Szatmárnémetivel és a szlovákiai Bártfával is megmérkőzik majd Sós Imre együttese.